Megérkeztünk a reklám után. Na, tehát kicsit visszamegyek. Itt ki lehetne az éneket akasztani, de hát most nem. Ő de beteg. Egy kis Peach Band, figyelj! Sőt. Figyelj. Hát, nagyjából ennyi. És azt hagyd mondjam el, hogy természetesen ez nincs kész. Nem is gondolná az ember, hogy mennyiféle kis ebből, abból áll valami. Erre a részre például, ahol megjön a kiállásunk. Ez csak azért, opa, én így szoktam marha gyorsan, ennél sokkal gyorsabban megoldani a pontos indítását egy ilyen crashnek, mert akkor itt ugyanoda esik az a pont. Na tehát visszatérve a lényegre, keresünk egy lefelés útjot, ami egészen egyszerűen és angolosan a down filter, vagy egészen egyszerűen a noise-ok között keresünk valamit, ami lefelé kókad. Hát például itt van ez, most hogy ez szebb legyen és jobb legyen, ahhoz teszünk rá egy delay-t. Meg ezt fölpörögtem a végére. Így jó hosszú feedback-kel. És akkor nézzük meg ezt. Ő a crashünk nagyon ott volt. Ennél hangosabbnak kell lennie, és a tonális appot azt felejtsük el. Tehát ez nem kell. Igen. Nem bírom ki, végig kell hagyni. Finoman jönnek a dolgok. Imádjuk mit a hangját, imádjuk! Figyelj!
Jó, meg kell csináljam, aztán befejezem, hagylak titeket nyugodtan. Ezt itt. Hát ez miért áll meg? Ezt muszáj tovább gerjeszteni egy diléjjel. És utána kikapcsolom a számítógépet, mert vár a családom. Azt mondja, hogy figyusz, jó gerjedős diléj neki. Jó sok nem a feedbacket, ezt majd föltekerem közbe, meg a száraz effekt arányt is, nézzük. Figyelj! Jó, ezt fölveszem. Mondom, fölveszem, nem elszúrom. Bocsánat. Az igazság, hogy Nita itt áll mellettem, és kicsit zavarba vagyok. Most éppen itt kuncog. Kuncog, mint hogyha köze nem lenne az egészhez körülbelül. Ezeket hagyd töröljem ki, ezt még bírjátok ki. Nehogy elmenjen az áram nálatok. Na, tehát. Igen, ez a write gomb, az a piros, azzal tudom meghatározni, hogy vegye, amit csinálok. Itt látjátok is, hogy háttérben, ahogy tekergetem ezt a bigyót, úgy mozog a bigyó. Na, nézzük! Hadd szóljon! Jöjjön! Ez az! Hadd menjen! Jó, és a Zuzánál már nem olyan, nem az a Zuza. A Zuzánál pedig lehalkítom az egész csatornát. Hogy miért? Azért, mert innentől nekem ne ugasson bele a delay, mert az nem jó. Na, nézzük meg. Itt a hátba ver, csúnyán beszélek, mert... Figyelj, milyen gizda lesz! Figyelj! És Zuza! Jó, köszönöm szépen, hogy ezt az 500 részes rövid remix bemutatót végignéztétek. Megpróbálok ezentúl egy kicsit más műfajban is produkálni, de ebből szerintem több lesz, sokkal nagyobb az érdeklődés ez iránt. Sziasztok!